Az Úr legyen veletek, és a találkoddel, Evangélium Szent Márk könyvéből, Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus megjelent a tizenegynek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus miután ezeket elmondta nekik, fölvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Ezek az evangélium igéhi. Az Isten végtelen szeretetével valamennyünket átölel, mindenkit átölel, mindenkit át akar ölelni. Teljes emberi mi voltunkra kiterjed ez az átölelés. Teljes emberi valónkat akarja átölelni és szeretni az Isten. Nincs olyan részünk, amit ő ne szeretne bennünk hiszen ő teremtett minket, és mi úgy, ahogy vagyunk, kedvesek és szeretetlen méltóak vagyunk előtte. Kedves testvérek, a húsvéti ünnepkör, meg lassan ugye a végére érünk, és ennek az ünnepkörnek az egyik fontos mérföldköve, Krisztusnak a mennyve menetele, őt nem egyszerűen mennybe veszi az Isten, hanem saját erejéből mennybe megy. Nyilván ebben a fölvételben az Atya is ott van, de igazából ezt azért tudja megtenni saját erejéből, mert ő a második Isteni személy. A boldogságos Szűz Máriát ugye mi hitünk szerint fölveszi Isten a mennybe, Jézus Krisztus a mennybe megy nagyon sajátos és nagyon különleges az az evangéliumi szakasz, amit erre az alkalomra, ezen a, ebből az alkalomból, ezen a mostani vasárnap ó, olvas, illetve elénk tár az egyház. Ez a Márk záradék, ez egy nagyon hát ilyen titokzatos része a Bibliának, a komoly biblikusok előtt, ugyanis ez a utolsó egy olyan 12 vers nagyjából, ez nem szerepel a legrégebbi kéziratokban, már későbbi kéziratokban szerepel ez a néhány sor, kb. a második században került valószínűleg a Márk evangélium után. Ez egy titok, hogy miért, mert a Márk evangélium az, az kívánja igazából a befejezést, ugyanakkor ezek a sorok eltérnek nyelvtanukban, szavaikban a, Márknak, a Márk evangéliumtól tehát ez egy kicsit ilyen titok előttünk. Nyilvánvalóan az egyházon belül kapja ezt a kiegészítést, ez a, az evangélium, tehát igenis itt mindarról, amit amúgy például Lukácsnál is nagyon szépen olvastunk, hogy az olvasmányban az apostolok cselekedetét hallottuk. Ugye ugyan erről beszél Lukács. Tehát az egyháznak az emlékezetében, az egyháznak az életében élt mindaz, amit leírtak ebben a néhány sorban, és megerősít más evangéliumi, illetve új szövetségi szentírási szakasz is. Ebben egy kicsit már összegzik mindazt, amit a föltámadás után Jézusról, Jézusnak az életéről, a tanítványokról, a kialakuló egyházról tudunk. És egy-két olyan mondat van ebben a szakaszban, Ugye Jézusnak ugye azokra a mondataira, gondolataira hivatkozik ez a rész, ami így ugye az evangéliumnak a végén, ennek az evangéliumnak a végén, én azt hiszem, hogy egy, egy komoly rálátást ad nem csak az evangéliumokra, hanem, hanem egy kicsit a mi életünkre is. Magának a mennybe menetelnek a világa is, de konkrétan ezek a szavak is Márk evangéliumából. Ugye legelőször is, ugye van itt egy nagyon világos üzenete ennek a szakasznak, Jézus Krisztus mennybe menetelének. Ugye ő azt mondja, hogy menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot. De hogy miért is kell elmenni az egész világra? Ugye ezt a 11-nek hirdeti, ugye Júdás már nincsen közöttük, Mátyás majd hamarosan közéjük fog állni, de még éppen nincs közöttük. De tulajdonképpen ez a, ez a el az apostolokon keresztül, kétségtelen, de minden hívőre vonatkozik. De az a fajta tanulságtétel, ami a misszióban benne van, miért, miért fontos? Tehát itt valahogy a, az egész teremtésnek a kezdetére Megyünk egy kicsit vissza. Nyilván ez különleges módon ott van a föltámadásban és a viglia, mise, a viglia szertartása alatt nem véletlenül tekintjük át az emberiségnek az egész történetét, mint egy. Ugye a ószövetségi olvasmányok által is többek között. Viszont Ebben a föltámadást követő szakaszban, vagy életszakaszában Krisztusnak, az egyháznak, itt azért megint rálátunk valamire, és valamit kicsúcsosodik, nevezetesen a misszióval együtt. Tehát, hogy miért is, miért is, miért is küldi az apostolokat és az apostolok által tulajdonképpen azért mindenkit, kétségtelen az apostolokon keresztül, misszióba. Tehát, hogy miért kell egy jó hírt elmondani nekünk mindenkinek? Azért, mert a teremtésnek a... Az alap pillanatához, vagy a teremtésnek a pillanatához alapvetően egy jó hír ö, tartozik. Az, hogy Isten szeretetből teremtette az egész világot, hogy szeretetből teremtette az embert. Az, hogy Istenhez szorosan tartozik az ember. Ugye nagyon sokszor, ugye a Szentírás olvasásunkban, a vallásos életünkben is, amikor bizonyos részletekbe, kicsit elmélyedünk, hogy az mindig egy kicsit az egésztől elveszi a figyelmünket. Tehát, hogy igen, szeretjük egymást, igen, elmegyünk vasárnap a templomba, de hogy miért is tesszük ezt az egészet? Tehát van egy olyan szerető Istenünk, aki szeretetből teremtett meg mindent. Az egész világot és engem is. És hogy a világ az bűnbe esett, és ennek a bűnállapotnak egy különleges menedékhelye, vagy óvhelye, ugye az egyház, ebben összegyűjt minket, de ez az egyház, ez egy küldetést valósít meg. Nevezetesen azt a küldetést, hogy Isten történetére, amit ő kinyilatkoztatott nekünk, és megosztott velünk, fölhívja mindenkinek a figyelmét. És ebben társként minket is kér. Tehát, hogy ennek a missziónak, az az alapvető üzenete, hogy Isten jó szeretetből teremtette a világot, és hogy, hogy minket akar, hogy velünk egy akar lenni, hogy ő meg akarja osztani az életét velünk, de hogy ez mindenre vonatkozik. Ugye annyiszor tévedünk el akár a, az internetnek, meg a híreknek a világában, annyi minden föltornyosul, meg föl. Ö, ágaskodik előttünk, meg bennünk, meg körülöttünk, és elfelejtkezünk erről a legapróbb, legalapvetőbb dologról. Kétségtelen tény, vannak ilyen kicsit ilyen katartikus élmények az embernek az életében, amikor hát lassan itt lesz a nyár, ugye, kimegy az ember éjszaka, adja Isten, adja meg az Isten nekünk, hogy legyen ilyen alkalmunk, ugye a csillagos égbolt alá, és akkor egy kicsit beleréved az űrbe, és akkor olyan sok minden kicsit, mintha lekopna, vagy lehullana rólunk, vagy azokra a pillanatokra, mintha kicsit megszabadulnánk dolgoktól. Mert látjuk a csillagoknak, és a bolygóknak, hát elsősorban mondjuk a csillagoknak, hogy azok világítanak, főleg, a végtelenét. Na de hogy ez a végtelen, ami ugye nem végtelen, mert számunkra a végtelenek tűnő világnak is vannak határja, még akkor is, hogyha az állandóan az újra teremtés, vagy a folyamatos teremtésnek a világában van. De hogy ez minket ö, ugye arra emlékeztet, vagy eszünkbe juttatja ugye azt a teremtő pillanatot, amikor Isten létrehívta ezt a csodálatos világot, és hogy ő ezt szeretetből tette. Tehát, hogy ő szereti az egész világot, és szereti benne az embert és engem is és a másikat is, aki esetleg erről nem tud, vagy elbizonytalanod benne. És engem erre meghív, megkér az egyházban egy küldetést adva, hogy én ezt elmondjam másoknak. Nagy szükség van erre. És hogy ugye mit kapunk mi ehhez? Ugye nagyon szépen előjön ebben a szövegben is, tehát itt azért egy, egy komoly teológiai tartalommal bíró összegző záradéka van az evangéliumnak, hogy ugye higgyetek, és ugye kereszteljetek meg ö, mindenkit. Tehát, hogy benne van ebben a szövegben is a hit, a hitre való hivatkozás. Itt egy picit érdemes eltűnődnünk ezen, ezen, a ugye nagyon varázslatos szón, mert ugye az egyházhoz, az egyháznak a világához, ami földi életünkben, a földi életünkhöz szorosan hozzákapcsolódik a hit. Mik azok a legegyszerűbb dolgok, amit nagyon érdemes azt hiszem újra és újra elmondani, mert annyira Misztikusá válik, és tényleg misztikus is a hit, kétségtelen misztikus, hogyha van misztikája a valaminek, akkor a hitnek biztos, hogy van. De hogy ennek van azért egy olyan oldala, amit, amit azért gyakorlatilag meg tudok fogni, hogy így mondjam az életemben, és van egy Isten felé megnyúló végtelen, vagy Isten felé meghosszabbítható végtelen oldala is. Szóval, hogy a hitben alapvetően, a hitben van egy, egy transzcendens jelleg, Na hát ez már önmagában ellentmondás, hogy ilyenkor hivatkozni a hitnek a megfoghatóságára, amikor abban van egy transzcendens jelleg. Na de hát benne vagyok én is, tehát ebből a szempontból van egy megfogható oldal, és meg kell is a magam számára egy ilyennek lenni. Nevezetesen, hogy én valamit nem azért hiszek el, mondjuk így, kicsit ö, ismételve a szót talán, nem a leglogikusabban, de talán érthetően. Mert hogy én ezt az értelmemmel belátom, mert hogy én ezt logikusan egy okfejtésbe, egy logikai láncba bele tudom illeszteni. Tehát, hogy én nem azért hiszem, amit hiszek, vagy bizonyos konkrét dolgokat, hanem azért, mert ezeket a konkrét dolgokat nekem az Isten mondta. Az Isten mondta a Szentírásba, az Isten mondja nekem az Egyházban. Jézus Krisztus, Jézus Krisztus mondja nekem ezeket a dolgokat. Tehát, hogy én ezt ezért hiszem el. Tehát van egy ilyen alapvető oldala a hitnek, amit érdemes újra és újra talán egy kicsit meg, ö, megforgatni saját magunkban, akkor, amikor nem kapunk fogódzót a hithez, hogy mi is a hit tulajdonképpen. Testvérek, nagyon egyszerűen belátható ez, nem kell ez, talán kell, talán nem kell filozófiát tanulni, hogy akkor, amikor az ember egy kicsit magába roskad, és nem veszi tudomásul az igazi emberségét, nevezetesen az, hogy igazából akkor vagyunk emberek, amikor kinyúlunk magunkból, tehát amikor, amikor látjuk a kapcsolatainkat, látjuk a, látjuk a, kifelé irányultságunkat, tehát hogy amikor kicsit magunkba roskadunk, akár a gondolkodásunkban is, akkor igazából szinte minden megindokolható mindennel. Minden alátámasztható minden alátámasztható. Nem szeretnék itt ilyen régi, kedves érre hivatkozni, ugye, hogy, ugye, ugye, hogy tévesztjük össze például a szeretetet, a szeretni való embert a bűnnel. Tehát a bűnt elkövető embert, akit kell szeretni, a bűnnel, amit elkövet. Tehát így összemosódnak dolgok az életünkbe, a világunkba. És igazából azért nem látjuk be a határainkat, mert itt igazából a határt azt az Isten adta. Ugye számtalan ilyen dolgot főleg most föl lehet sorolni. Igazából nem azért, mert, mert ne tudnám valamilyen módon egy emberi logikával, mert valamilyen emberi logikával úgymond meg lehet indokolni. Nem, azért, mert Isten mondta. Bőven találunk ilyen témát, azt hiszem manapság. Nem azért nem csinálom, mert, mert nem tudom én izé természetellenes ugyan, de hát hogy a természetről is ugye mindenféle, nem is tudom én, logikákat be lehet vetni. Van egy olyan szintje ennek a dolognak, amit tehát értelemmel belátható, de igazából a pontot kitenni erre a dologra, avval lehet, hogy mert Isten ezt mondta, és kész. És pont. Na most itt egy következő lépést még érdemes megtenni, mert erre ez a nagyon, nagyon szép szöveg is ad nekünk lehetőséget. Tehát tulajdonképpen ez a hitnek egy, egy alapvilága, egy nagyon fontos, számunkra megközelíthető világa. Nem okvetlenül fontos, hogy jeleket kapjunk, de mégis kapunk jeleket. Ebben ott van az egyháznak a terjedése, a csodák, Jézus Krisztusnak a csodái, vagy a szenteknek a csodái. Tehát kapunk megerősítéseket, jeleket a hitre. És ez hozzátartozik azért a mi világunkhoz. Ugyanúgy, ahol erről nagyon szépen Jézus Krisztus beszél, ugye itt ebben az evangéliumi szakaszban. Ezek hozzátartoznak tulajdonképpen a hitünkhöz. Tehát a hitünknek a világához. Egész pontosan Isten adja ezeket a hitünknek a világához. Tehát innen lehet látni, hogy azért a hit, avval együtt, hogy úgymond van egy ilyen, úgymond vak oldala, de tulajdonképpen mégsem vakhit, hiszen kvázi bizonyítékai vannak. Ugye ezek azok a jelek, amiről Jézus Krisztus beszél. Az ördögöket üznek ki, új nyelveket beszélnek, a kígyókat meg tudják fogni, és a kígyók nem ártanak nekik. Tehát vannak jelek. És talán még egy dologra érdemes egy picit fölhívni a figyelmet, ha már itt a mennybe menetelről, illetve mennybe menetelről van szó, hogy ugye honnan, tehát mi itt egy alapvető üzenet, milyen eszközt vagy segítséget kapunk ez a hit által, és hogy tulajdonképpen mi is történik legalább egy aspektusból a mennybe menetelnél. Jézus Krisztus fölment a mennybe testestül, lelkestül. A boldogságos szűzmáriát fölvétetik föl a mennybe valamilyen módon mi is majd a mennyben leszünk, teljes emberi voltunk szerint. Tehát testestül, lelkestül. Ugye az állatot az embertől, tehát az embert az állattól ugye a lelke különbözteti meg. Ugye azt a Jézust, aki ugye fölmegy a mennybe, ugye tőlünk ugye azt különbözteti meg, hogy ő, ő teljesen egy a szentérekkel ő tökéletesen és teljesen alkalmas az Isten való egységre, egyszerűen azért, mert hogy ő maga a második Isteni személy. Tehát, hogy mi egy ilyen állapot felé törekszünk. Nyilván ebben benne van a, 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 lelki tisztaságnak a kérdés és az arra való törekvés, és az arra való áldás az Istentől. Viszont ebben benne van az is, hogy maga a testünk is ugye, és nagyon elegánsan visszatudunk tudunk utalni ugye a kezdő gondolatainkra, tehát, hogy maga az anyagvilág is tulajdonképpen a megdicsőlés felé halad. És ez a megdicsőlés igazából ennek az anyagvilágnak az átlelkesülése, az át átlelkesülése. Talán nem menjünk bele itt a, a, definiális problémákba, mert abba, abba hamar elmerülünk. De hogy az egész világ, tehát hogy a legkisebb atom is igen, várja, ö, a, a, várja a megváltást. Tehát várja a megváltást, illetve várja ö, a megdicsülést, várja Isten országának a beteljesedését, és hogy az anyagvilágon is megmutatkozik és meg fog mutatkozni a beteljesedő ö, mennyek, mennyek országa. Ez olyan szép és olyan fantasztikus. Tehát, hogy egyrészt igen, ott van a léleknek az a különlegessége, ami a léleké, de hogy ebbe a valóságban minden bele van vonva, a test is. Tehát nem a szennyes, vagy nem a piszkos oldalát kell ennek a dolognak nézni, az máshoz tartozik a szenny és a piszok, az a bűnhöz, a test oldalában is, vagy a test kérdésében is, hanem a test is igazából a megdicsülés felé harad. Testvérek, Krisztus mennybe ment, erre emlékezünk ezen a mai napon, és a mennybe mi is vágyakozunk. És erre a, ezt a vágyunkat mi meg akarjuk osztani minden emberrel, mert hogy minden ember eredendően Istenhez tartozik. Amen.